Na! Üdvözlök mindenkit, sziasztok srácok! Ismételten itt vagyunk egy Hype Arcade Update bemutató vidinyóban. Hát a tegnapi live-ban már amúgy fel lehetett fedezni, hogy van itt egy kis csíki-csúki, miki-muki. Na szóval! Minyonok! Ezt már így láthatjátok címből is. Itt van, teszteljünk egyet. Itt van egy killer. Azaz gyilkos. Mondjuk ezt már igazából ti másképp fogjátok látni, de mindig. Na szóval, itt ugye van orgász. Favágó. Favágunk. Él még? 40 fát vágott eddig. Aha, tehát akkor adunk neki most egy kis kaját. És, ha minden igaz, akkor most 20x20-as healja van. Ami azt jelenti, hogy látjátok is, el is kezdett dolgozni. Itt van etető, vagyis nem, ez a kollektor. Igen, XP-t szed fel, itt van bányász. Bányász is lovas. Az is lovas. Adunk neki. És, tehát ez mindegyik minionnal ugye megvan. De, ha minden igaz, akkor van itt egy olyan, hogy katt az összekötéshez. És, ha minden igaz, akkor veszünk egy új ládát. Láda, itt van. Lerakom ide. És ha minden igaz, akkor amit most a minyon fog bányászni, az nagy valószínűséggel oda fog kerülni. Ezt még fel tudod venni, amit ugye nem bányászott, de nagy valószínűséggel ide fog kerülni. Na, hát igen, ez igazából is ezt most ki lehet próbálni mindegyikkel, de szerintem fölösleg is. Tehát, hogy miért? A mobok is nem tudom, miért nem szólnak, mindegy. Ugye ez a horgászad is így van. Szerintem amúgy itt aki így a legértékesebb, az talán a úgymond a mészáros. Meg a... hát a horgász is azért valamennyire. Majd megcsináljuk szépen, hogy azért jó áron adja el. Ja, meg van egy eladó is. El is felejtettem mondani. Az eladó minyon, az végülis ide lerakhatod akár ide emellé is. A meleg vagy mellé, azaz a bányász mellé lerakod, és hát igazából ami ott van item, azt a per shopon belül, tehát a per shop, a shopon belül igazából szépen azt neked kiszortírozza, hogy például ha kiesik, mit tudom én, bárány spawner, mondjuk azt nem tudja pont eladni, de ha kiesik például, és nem tudja a hopper beszívni az ércet, akkor eladja. Tehát már ebből is amúgy rohadt jó. Ennyi, amíg fent fúszom, az jó. Jó, mert most 3 óra van. Még egy kisebb dolog, és akkor utána áttérünk még másikra is. Arcade Hopper. Tüttürük, 1-2. Na, hát ha... nem tudom erre, nagyon igazából szerintem sokan nem jöttek rá, hogy Arcade Hoppert lehet fejleszteni. Hoho, lehet ám. És nem is olyan drága. Szóval... ha minden igaz, akkor én most nem kiütöm. Adok magamnak egy Arcade Hoppert. Megfogom. És... tehát igazából azt írja, hogy sikeresen upgrade-elted level 2-re. Megfogom. Nem kiütöm. Mindegy, akkor megfogom ezt. És... bam! Level 3. És ez már egy level 3-as Arcade Hopper. Igen, szóval ez se rossz. A favágó az dolgozik. Ő csapatja nagyba a dolgokat. Nem szarozik. Lehet itt neki skint beaktiválni. Legyen Spider skin. De igazából bármilyet beaktiválhattok. Menjünk a spawnra szerintem. Pervark a crate. Na. A médium ládába, de van a médium ládába, favágó és farmer minion. Silver ládában még nincs, oda még más csiki-csukit tervezek. Hát igen, van a vexelbe egy bányász minion. Igen, a megába van egy mészáros. A kritikbe pedig van egy etető és egy horgász. A smallba meg van egy farmer és egy gyűjtő minion. A gyűjtő minion igazából az, ami
hát ha úgy veszük, akkor összegyűjti az itemeket, stb. Stb. Hoppá, a Fatemi nagyon nyitogat. Nagyon ki van baszva. Szóval igen, eléggé amúgy tegnapi este ez ugye eléggé jól sikerült. Voltunk fent egy olyan 80-an körülbelül. Szóval nagyon örülök, hogy így most kezdünk helyreállni mindenféleképpen. Annyit szeretnék mondani, hogy ha bár mondjuk azt egy következő videóban, jó, nem spoilerezek. De tegnap is azért két nap is most már kezd helyreállni. Megoldottuk, hogy megtaláltuk mi volt a bug. Megtaláltuk mi volt a bug a két nap leállásával kapcsolatban. Igazából annyit tudok erre mondani, hogy volt egy olyan chunk error, ami hát igazából nevetséges, mert bevágolt egy úriember a földbe is, amint feljött a szerverre, meghalt az egész szerver, szóval ja, de most már invis fix lett, szóval ja, most úgy kezdünk helyreállni mindenféleképpen. Nyilván srácok, videókat annyira nem tervezek, mert én egy live-olós típus vagyok, de annyit szeretnék srácok, hogy kommentbe kérek szépen tőletek kérdéseket. Ez a videó nem feltétlenül lesz megvágva, tehát ez így nyersen fogjátok kapni, mert erre is alig volt időm. Sajnálom, most erre van időm, de örülök, hogy legalább tudtam videót gyártani nektek. Remélem sok szeretettel fogjátok fogadni, és ha tetszik a videó, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és kérdezz felelek videóhoz, szeretném, ha írnátok nekem kérdéseket privátban. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogyha, vagy privátban, hát komment szekcióban, ha írtok nekem kérdéseket, akkor azokat természetes módon megválaszolom. Ha esetleg az update-tel valami gondod lenne, akár azzal kapcsolatos dolog, vagy akár új ötlet, nyugodtan írd le azt is. Ugyanakkor Discord szerverünkön is van most már egy ötletek szoba, oda bármit beírhattok, és hogyha jó az ötlet, akkor igazából meg is jutalmazhatunk érte, tehát ez egy plusz pont szerintem. Szóval srácok, igazából nem szeretném tovább ragozni ezt a videót, mert nekem is mennem kéne, de igazából sajnálatos módon ma ennyi időm volt rátok. Hétvégén azért úgy néha-néha beszoktam pótolgatni, tehát szombaton is két-két live, vagyis két live, igen, egy-egy live, amik azért eléggé jól sültek el, mert volt nézőszám is bőven, szóval emiatt nem aggódok. Na, tényleg nem húzom tovább, srácok, csapassatok egy lájkot. Szeretném, ha erre a videóra összegyűlne egy olyan 20 like, szerintem az nem olyan sok. 20 like összegyűlik, és akkor csapatjuk a... Ne, legyen 30 like, és 30 like-nál kérdez felelet videó, addig meg gyűlnek a kérdések. Szóval, ja, na, lecsedődök egy like-ot, iratkozzatok fel, és csapassátok a kérdéseket, srácok, kérdéseket.